Sziasztok, Bizonyok, és a Marines van K2A4 Rifle lesz szó, amely egy Titanfall fegyver. Mi meglepő módon is egy Titanfall fegyver bemutatót néztek. Jó van, Biz, jó kezdés. Mindegy, arra szerettem volna kiukadni, csak nem jött össze, hogy más játékokban is van hasonló fegyver, nem feltétlen kell Titanfall-t játszani. És most főképp a COD szériára gondolok, nem véletlenül is ugyanaz a fejlesztő csapat csinálta a COD részek nagy többségét, mint ahogy a Titanfall-t is. Egy ilyen klasszikus M14 kialakítású garandról beszélhetünk. A legjobban az MV3-ban meglévő MK14-esre hasonlít, amelyről csináltam egy fegyverbemutató videót, és újra megnéztem, és hiba volt. Nagyon rossz, sírtam végig, ti se tegyétek. Tényleg legszívesebben letörölném, csak tudom, nagyon sok időmbe telt, és egyszerűen nem teltem, sajnos. Úgyhogy ez egy szégyen volt, úgymond, és most lesz rajta 200 néző. Yeah! Ne nézzétek végig! Mindenesetre ez egy nagyon pontos fegyver, én nagyon szeretem, szerintem iszonyatosan skilles, főleg Titanfall-ba gondoljatok bele, ott fejes lőni igazán nehéz, és ennek a fegyvernek az az igazi ereje, ha oda célzunk. Damage értéke 99-66-ig terjed, eléggé emberségesen lehet vele osztogatni, főleg ha megjegyzem azt, hogy a minimális sebzése megegyezik a KSMG maximális sebzésével, ebből is láthatjuk, hogy kiemelkedően sokat sebez ez a fegyver. Testre 3-4 találat szükséges úgy, ha 200 HP van az ellenfél, ugyanis már két golyóból sebzünk 198-at és két sebzésértéket bárhol össze tud szedni az ellenfél, mondjuk egy Grant belopja a killünket, nekem már volt ilyen sokszor, és még asszisztot se kapunk, az elég kellemetlen tud lenni. Minden esetre, ha már egy picit meg van sebezve az ellenfél, két lövés és pacs. De ami a lényeg, a fejes lövés egy darab, és nem holmi 5-8 méteren belül, hanem 25 méteren belül. Nyilván fejre célozni Titanfall-ba elég nehéz. Nekem például nem megy, de ha mások profik vele, akkor ez egy igen skilles fegyver. Titán damage 25-ös, ami nyilván nem opció, de ha ráugrunk a titán seggére, akkor 2-20-at sebzünk egy-egy lőszerrel, viszont az alacsony tűzgyorsasága miatt és a szűkös tárkapacitása miatt, hát nem érzem valami effektívnek, illetve kritikus sebzési pontokon 50-et tudunk sebezni. A range-e piszok jó a fegyvernek, 25 méteren belül maximálisat sebez, utána folyamatosan csökken a fegyver sebzése, de olyan jól skálázódik, hogy 40 méteren belül még 3 lövésből tudjuk leteríteni az ellenfelet. Az RPM-e 420-as, ami nem mondom, hogy kevés, nem mondom, hogy sok, szerintem pont elegendő, hogy célon tudjunk tartani és pontos maradjon, de azért viszonylag gyorsan is tudjunk ölni, de ha valakinek nem elég, Matchet Trigger kiegészítővel 720-asra tudjuk növelni, ilyenkor olyan gyorsan tüzel a fegyver, amilyen gyorsan pötyögtetünk. Viszont, ha valamit kapunk ebben a játékba pluszba, akkor valamit vissza is vesz tőlünk a játék, a Titanfall mechanizmusa valahogy így működik, és ez esetben is mínusz 6 darab töltény, ha ezt az opciót válasszuk. Az újratöltési ideje 2,2 másodperc, ami több az átlagnál, de szerintem nem vészes. A kellemetlenség akkor jön elő, ha kilőjük az összes töltönyt, olyankor 2,6 másodperc alatt tölt újra, és mivel 14-es tárkapacitás, ez nem ritkán fordul elő, Mestrigör kiegészítővel 8-assá módosul a tárkapacitásunk, gyors újratöltési perk nélkül el se tudom képzelni, illetve Extended Clippel 18 töltényjel tudunk operálni. A következő táblázat szerintem magáért beszél, Headshot for the win, és nekem a következő class setup jött be, Agecog, Extended Clip, illetve Steampack. Steampacket azért ajánlom, mert sokszor volt az, hogy távolról kezdtem tüzelni az ellenfélre, és ő észrevett, és ő is visszalőtt, de nem volt kedvem célpontot téveszteni, ezért nem tértem ki a golyók elől, nem mentem fedezékbe, hanem inkább benyomtam a steampacket, és adott annyi boostot, élet újra töltődést, hogy célon tudjak maradni, és befejezni azt, amit elkezdtem, tehát lelőttem az ellenfelet, hogy tényleg ne forduljon az a kellemetlenség elő, hogy véletlenül lelőnek, mert ezzel precízen kell azért játszani. Tehát sokkal jobb egy helyben megállni, aztán célozni. Nekem tényleg ez vált be, de ami még akár jó lehet, az a silencer és a távolsági scope, és ilyen snipe-osra venni a figurát. Silencerrel nekem annyira nem jött be, mert gyengén sebez, viszont ha nagyon távol van az ellenfél, akár az se lehet egy rossz döntés. Úgyhogy ennyi lett volna ez a fegyver, nekem nagyon tetszik, egy nagyon skilles fegyver, úgyhogy szerintem próbáljátok ki, és ha valaki esetre prestizsel, akkor mindenképp ki kell próbálnia ezt a fegyvert. Úgyhogy ennyi lettem volna, sziasztok!